egy. Gyorsan teltek a zsákok a bogáti fasorban, itt szedte a szemetet az egyik csoport szombaton. A növényzettel benőtt árkok mélyéről nejlonzacskók, PET-palackok, üvegek, sörös dobozok kerültek elő. A Szentkirályi Városrész lakói előzőleg a Facebookon szavazták meg, mely utcákat kellene megtisztítani. Az önkéntesek két helyszínen dolgoztak a Vigyázunk Együtt Szombathelyre programban. Ezt a bogáti fasort tisztítjuk, meg itt van följebb egy régi malom, annak a környékkel egy komoly góc. Azt fogjuk megtisztítani, hogyha marad időnk, akkor még a Táplán Szent Kereszt az előtti bekötő utat próbáljuk megtisztítani az oldalát. Lehet, hogy egy másik brigád pedig a Győzelem utca és a Szent István Király utca sarkán dolgozik, úgyhogy most ezt a két helyszínt választottuk ki. Összegyűjtötték a lehullott leveleket, homokozót takarítottak és gyomláltak önkéntesek a Pázmány Péter körúti játszótéren, amit a Fogadj örökbe egy parkot akcióban mostantól a Joska Róla alapítvány munkatársai gondoznak. Mivel többeknek a szombat is munkanap volt, csak kis létszámú csapat jött össze, de így is gyorsan rendbehozták a területet. Az alapítvány azt vállalt, hogy összehozzuk a lombokat, az ágakat összeszedjük, hogyha kell, akkor letisztítjük a padokat, a szemet a természetesen. Ugye folyamatosan összeszedjük, illetve hogyha a kerítésekben egy kisebb rész van, akkor ugye meg tudjuk drótozni, tehát tulajdonképpen megpróbáljuk fenntartani a játszótereknek a használhatóságát. Több mint 5000-en csatlakoztak idén a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű országos önkéntes akcióhoz, melynek célja valami jót és hasznosat tenni a közösségért. Táplán Szentkereszten a művelődési ház melletti játszóteret szépítették meg a falubeliek, apró kavicsot terítettek, lapátoltak, talicskáztak, gerebjéztek, lombot húztak, a munkába a legkisebbek is besegíthettek. Anyukákkal elkezdtünk erről beszélni, hogy mit tudunk segíteni? Mi az, amiben nagyon rövid időn belül páran összefogva nagyon látványosat és szépet tudunk alkotni? Nem kellett messze menni, kijöttünk a művelődési házból, eljöttünk erre a játszótérre, és azonnal láttuk. Itt van ez a gyönyörű játszótér, itt van ez a gyönyörű park. Gyakorlatilag 10-20 emberrel csodát fogunk alkotni. A park melletti járda aszfaltos burkolatára színes figurákat, ugróiskolát festettek. Itt éppen egy hernyócska készült, de az ABC betűi és pillangók is díszítik ezentúl a felületet. A minták tartósan megmaradnak, így az erre járók még sokáig élvezhetik a látványt.